A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban bemutatunk Önöknek egy mozgáskorlátozott hölgyet, megmutatjuk, milyen sportolási lehetőségek vannak városunkban sajátos nevelési igényű gyerekeknek, valamint, hogy hogyan segítettek a rászoruló családokon díngésen. Emellett Séda Zoltán kollégám kisfilmjéből is bemutatunk egyet. Tartsanak velünk! A következő percekben bemutatunk Önöknek egy székesfehérvári mozgáskorlátozott hölgyet. Szabó Anna montázsait már negyedik alkalommal tekinthették meg az érdeklődők egy kiállítás keretében. Szabó Anna egy fiatal fehérvári mozgáskorlátozott nő. Ahogy ő fogalmaz, a számítógép az élete. Néhány éve egy program segítségével elkezdett montázsképeket készíteni. Először csak magának, hobbiból alkotott, majd közeli ismerőseinek készítette a képeket. Aztán a kész alkotások olyan jól sikerültek, hogy Anna létrehozott egy közösségi oldalt is, ahol visszaigazolódott tehetsége. Mára már négy kiállításon van túl, és a célja az, hogy még ennél is több legyen. Adni és mutatni akar. Anna ikerterhességből született, másodikként jött világra, de olyan sok idő telt el a két baba születése között, hogy oxigénhiányos állapotba került, újraélesztették. Sérült a központi idegrendszere, melynek következményeit egész életében viselnie kell. Mindez kihat a beszédére és a mozgására is, ám értelmileg épp. A nehézségek ellenére sok pozitív dolgot átéltek édesanyjával, és hisznek abban, hogy csak így lehet szemlélni a világot. Mi a Pető Intézetbe kezdtük annak idején, és az Annát ott állították talpra, ott tanult meg megfordulni, egyáltalán forogni, ott tanult meg felállni a fokos székkel, ott tanulta meg fújni a pingponglabdát, hogy elfújjon valamit. Ott tanulta meg ezeket az alapvető mozgásokat, amit ugye az ikertestvérénél teljesen természetesek voltak, de ő csak feküdtő, nála nem volt ez meg. És a Pető Intézet után kerültünk a mexikói mozgásjavító általános iskolába, Budapestre, ahol az Anna kijárta az iskolát, és itt is nagyon jó volt, mert hasonló problémákkal küzdő fiatalok között volt, nagyon sok barátra tett szert, akik az ország minden zegzugából voltak. Az Anna hetente járt haza, én pénteken mentem érte, és vasárnap vittem vissza az iskolába. A munkáján ugye 4 órát dolgoztam, abban az időben az Ikaruszban, és olyan főnökeim voltak, akik olyan segítséget adtak, hogy ledolgozhattam mondjuk csütörtökön a pénteki 4 órámat, és már akkor elmehettem már reggel Pestre érte. De amúgy, ha délután mentem, akkor este értünk, az akkor az volt a baj. Közben ugye cukorbeteg lett az Anna, inzulinus cukorbeteg, akkor arra is figyelni, hogy meglegyen az étel, ami a vonaton hirtelen kell, akkor még epilepsziás volt olyan, hogy rohamunk volt a vonaton. Szóval elég nehéz volt az az első időszak, az első 13 év így, hogy egyedül voltam velük. Anna középiskolába járt, majd megtanulta a digitalizálást is, ebből indult a számítógépes ismerete is. Ezt magának fejlesztette ki, ezt ő önállóan tanulta meg, mikor hazakerült a merekből, mert ott is csak 5 évet lehetett, akkor 5 évig nem lehet ott lenni, mint felnőtt, ott tanulta meg ezt a szakmát, ezt a digitalizálást. Ott jó volt, mert önálló életet élt, szakmája volt, munkája volt, pénze volt, ellátták, ott volt biztosítva orvosi ellátás, minden. Csak ugye el kellett jönnünk, mert
lejárt az az 5 év. 2015-ben Anna végleg hazakerültem, édesanyja segítségére szorul, akinek azonban fel kellett adnia munkáját, hiszen nem hagyhatja magára lányát. Anna a korlátozott állapota mellett még inzulinos cukorbeteg és cölikáliás is. Én nem nagyon tudok mocorogni, vagy vele, vagy nélküle, de akkor időhöz vagyok kötve, hogy 2-3 óra alatt elintéz, hogy vissza is érjek haza, evéstől evésig, inzulintól inzulinig. Ha meg olyan programom van, vagy olyan valami közben, akkor a nővéréhez tudom odavinni, és akkor ő segít. Judit a sok nehézség mellett nagyon büszke lányára. Amit elértünk együtt, akárhogy ne kerekesszékes legyen, akárhogy tanult ember legyen, ezt mind együtt csináltuk tulajdonképpen. Ha én nem nyüstölöm, nem vagyok hozzá olyan, amilyen annak idején, amikor 3 éves volt, meg 2 éves, ott a Petőintézetben, akkor most mi nem itt tartunk. Akkor ő lehet egy több ellátást igénylő ember, ugye kerekesszék, hagyd nem mondjam a tisztaságot, a fürdetést, ami egy ilyen sérülésnél ugye utólag lehet. Ezt ő érte el velem együtt. És... én nagyon büszke vagyok rá, hogy ő ezt így megtalálta, ezt a kifejezésmódot, önkifejezésmódját, hogy valahogy valamit adjon magából ki. A képein látszanak az érzelmek, a dühe, a lelki világa, mert mindegyikbe beleteszi ő. Amikor elégedetten hátradől és kiabál, hogy gyere, nézd meg, és én bevegyek, és én mindig csak azt tudom mondani, hogy Anna, ez csodálatos, Anna, ez fantasztikus, ez nagyon jó lett, ez szuper, meg minden, és akkor olyan kis önelégülten ott, jó, hát akkor mi legyen a címe. És én nem tudok olyan címeket kitalálni, mint amit ő ad a képeinek. És ilyen elvont neveket ad a képeknek, és senki nem köt bele. Én mindig azt hiszem, hogy majd csodálkoznak rajta, hogy miért ilyen nevet adott, de nem mindenki érti a képeit, úgyhogy én nagyon büszke vagyok az Annára, hogy ő így feltalálja magát, és nem tunyul el. Amikor hazakerült a merekből, ahol megtanult ezt az egész számítógép, meg digitalizálás lehetőségeket, akkor ő rákeresett erre a kihozára, amiben dolgozik, és olyan, akkor kezdte el önállóan csinálni a képeket, akkor még londonmániás volt, nagyon kiszeretett volna akkor jutni Londonba, hogy ezeket a nagy buszokat, meg mindent, meg egyáltalán Londont látni, és rengeteg képet készített Londonról, és ahogy megmutatta a barátainak, ismerősének, akkor ők meglátták benne a fantáziát, hogy hát ebből akár még kiáltást csinál, az annyira jók ezek a képek. És ugye ezen az Anna belendült, és még elkezdett még gyártani képeket más témában, fekete-fehéret, színeset, bármilyet. Egyre több embernek tetszettek a képek, és akkor egyszer csak megszületett a kiállítás gondolata, és meg is valósult. A képek az alkotó adott lelki állapotából születnek, apró képekből áll össze az egész. A műveket már több alkalommal állították ki a város különböző pontjain, és a tervek szerint még lesznek alkalmak arra, hogy mások is megcsodálják őket. Anna célja pedig nem csak az, hogy jobban megismerjék művészetét, hanem az is, hogy a sérülése ellenére is megmutassa, bárki képes alkotni, csak elszántság kell hozzá. A következő kiállításig a képek megtekinthetők az alkotó közösségi oldalán. Sportolási lehetőség sajátos nevelési igényű gyerekeknek. Ma már ezt városunkban megtehetik. A témáról Kovács Szilvia kolléganőm beszélgetett Törteli Zoltánnal. A stúdióban szeretettel köszöntöm Törteli Zoltánt, a Stabilizáló Mozgásprogram megálmodóját, életre hívóját. Köszöntelek. Szia, köszöntöm a nézőket. Beszéljünk egy kicsit erről az egész módszerről, hogy honnan indult, mit lehet róla tudni, mi az, amiben hiánypótló? Ugye én hosszú évekig judót tanítottam gyerekeknek, ami szintén egy stabilitástól szóló magabiztosságot, következetességet tanító sportág, és jó pár éve foglalkozom esenis gyerekek judójával is, és menet közben az esenis gyerekek között jött az ötlet, ugye ők teljesen máshogy működnek,
máshogy lehet őket terhelni. Sajnos van egy pici fizikai elmaradás is az ő fejlődésükben, és akkor elkezdtünk gyakorlatokat létrehozni, vagy kivenni a judóból, hogy számukra mi az, ami hasznos, mi az, ami felerősíti őket, és tulajdonképpen ebből lett a módszer, és ezért azért lett a stabilizáló mozgásprogram a neve, mert igazából olyan hiánypótló testrészeket fejlesztünk, mint a medence összes izma, a combizomnak a belső, felső része, ágyéki hasizom, mert szerintem tévesen azt gondoljuk, hogy ha a combunk meg a vállunk erős, akkor stabilak vagyunk, pedig ha a középső rész nem erős, akkor nem fogjuk tudni jól használni sem a lábunkat, sem a felső testünket. Az biztos, én saját magam, mint anyuka is tapasztalom, miután én is sajátos nevelési igényű gyermeket nevelek, hogy nagyon nagy szükség és igény van arra, hogy ezek a gyerekek is mozgásformát találjanak. És hát nyilván akkor ez lehet egy előszobája annak, hogy mondjuk egy sportba be tudjanak kapcsolódni, hogyha őt most megpróbáljuk megerősíteni. Mondjuk a saját esetemben, az én gyermekem például mozgásában megkésett, és még most sem tart szerintem ott, ahol mondjuk egy egészséges gyermek, de már nagyon jól haladunk. Viszont érzem azt, hogy tényleg jó lenne az, hogyha lenne neki való módszer, hiszen mondjuk a gyerekeknek inkább a korai fejlesztést szokták ugye javasolni, de az ugye egy idő után már nem való egy nagyobb gyereknek. Így van, ezt nagyon jól fogalmaztad meg. Mi is úgy hívjuk igazából, hogy nem csak egy stabilizáló mozgásprogram, hanem egy sportágválasztás előtti felkészítés, mert ezt gondoljuk szakmailag is, akár esenis gyermekekről, akár épp gyerekekről beszélünk, hogyha a nagy mozgásos alapok le vannak rakva, ugyanúgy, mint egy háznál, oda se a tetőt rakjuk fel először, hanem lebetonozzuk a stabil alapot, utána viszont bármi más ráépíthető, akár sportról, akár táncról, bármilyen mozgásformáról beszélünk. Hogy kell akkor ezt elképzelni? Mi történik egy-egy ilyen foglalkozáson? Van egy kicsi fegyelem, ami nagyon jót tesz a működésnek is, a gyerek otthoni működésének is. Egy kicsit ezzel rá szeretnénk fogni, hogy arra figyeljen, amit csinál. Tehát mi nem szeretnénk, hogy játszani jöjjön hozzánk a gyermek, hanem olyan talajgyakorlatokat végeznek, és ettől erős a program, ami vagy kimarad gyerekkorba, vagy elfelejtődik. Tehát kúszások, mászások lent a talajon, a szőnyegen végeznek gyakorlatokat. Ez az egész óra arról szól, hogy ilyen talajgyakorlatokat csináltok? Ez a órának a 70-80%-a, és van egy pici erősítés a következő szakaszban, ami szintén a talajon történik, és tanítunk nekik egy meditációt a végén, ami pedig ezt így lezárja, ezt a foglalkozást, és arra ösztönzi őket, hogy gondolják át, hogy mit csináltunk, miért csináltuk, mi az, ami sikerült, mi az, amit még kell gyakorolni, és akkor ettől lesz ez egy ilyen kerek foglalkozás. Mondjuk az, hogy sajátos nevelési igény, az azért elég széles rétű dolog, tehát hogy azért vannak olyan gyerekek, akik mondjuk, tehát a sérülésektől függően mondjuk lehet akár súlyos, középsúlyos, enyhe, nem feltétlen mindig értelmileg is érintettek ezek a gyerekek, hogy kiket vártok ide, kinek való ez a mozgásforma? Mindenkit szeretettel várunk, úgy szoktuk mi megfogalmazni, hogy a csoportos foglalkozáson az a gyermek tud részt venni, aki együttműködő. Ugye tudjuk, hogy az által is említett középsúlyos kategóriában van aki vagy a társaival nem szeretne együttműködni, vagy a társak nem akarnak. Tehát ez egy hétköznapi helyzet az ő életükben. Ővelük vagy kis csoportot csinálunk, hogy csak ketten vannak, vagy az egyéni fejlesztést szoktuk javasolni, ugyanazt végigcsináljuk, csak akkor egyedül a gyermekkel. Mekkora igény mutatkozik erre? Most én ugye mondtam a sajátomat, mert tényleg azt látom, hogy városszerte így sajnos nagyon csekély az a fajta mozgásforma, amit tudnak csinálni ezek a gyerekek. Tényleg sok helyre el lehet menni, de nyilván a legtöbb helyen az egészséges gyerekeket várják. Úgyhogy szerintem én azt gondolom így laikusként, hogy biztos nagyon nagy az igény erre a fajta mozgásra. Igen, nagyon nagy az igény, és sajnos ez egy rossz tapasztalat, hogy gyakorta kerül hozzánk új szülő, hogy elvitte sportolni a gyermekét, és mikor látták, hogy
picit többet kell azzal a gyermekkel foglalkozni, akkor inkább nem szerették volna, hogy oda járjon. Szerencsére van másfajta mozgásfejlesztő program is a városban, de nagyon nagy igény van rá, úgyhogy sok feladatunk lesz. Ez ugye, ha jól gondolom, akkor egy majdnem friss dolog. Ez hogy sikerült kidolgozni végül is? Mert ugye azt mondtad, hogy a judóból, judó elemek is vannak azért benne, de hogy azért egy ilyen komplex edzést, mondjuk edzésnek vagy foglalkozást összeállítani, azért ez nem kis dolog. Hát ugye 3 éve él a program, aminek tulajdonképpen még majdnem azt mondhatom, hogy ma is csiszoljuk a programot, mert fejleszteni mindig lehet, nem csak a gyermeket, hanem a programot is. Akkor jött az ötlet, amikor rájöttünk, hogy a judó az sokkal kevesebb gyermeket és szülőt érdekel, vagy érint, mint amit mi szeretnénk. És ez az általános fejlesztésre sokkal nagyobb igény van, meg sokkal nagyobb szükség van. És aztán mi is a judót a többi sportág mellé soroltuk, hogy a gyerek legyen stabil. Ha a judót választja, utána ennek örülni fogunk, vagy válasszon valamilyen másik mozgásformát. És akkor ennek volt egy folyamata, mert le kellett írni, le kellett rajzolni, a Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatalban levédettük, tehát egy komoly stádiumba lépett ekkor, elkezdtük promotálni, nagyon sok kollégát bevontunk, nagyon sok szülőnek ismerjük a véleményét, és ettől lett aztán ilyen, amilyen most. És hát ahogy a riport előtt beszéltünk pár mondatot, egyre több városban indulnak csoportjaink, már kollégákat képeztünk, mert már egyedül nem tudok minden városba elmenni, és most zajlik a nemzetközi védjegy oltalmi eljárása a módszernek, mert több európai országban is várják, hogy megérkezzen a program. Akkor ezek szerint tényleg nagy a keresletre, tényleg milyenek a szülői visszajelzések, mi az, amiben látják ennyi idő alatt mondjuk a gyermekek fejlődését? Erre mi is csak a gyakorlat során jöttünk rá, hogy nagyon erős a program, tehát nem fél év múlva jelentkezik a gyermeknél a fejlődés, hanem szinte heteken belül. És a fizikai stabilitás fejlődés ugye meghozza a lelki stabilitást. Ez a kettő együtt meg meghozza azt, hogy a gyermeknek jobb lesz az iskolai teljesítménye, és ilyenféle visszajelzést kapunk mi tanároktól, vagy a szülőktől, hogy Zoli bácsi, hát most ezt is máshogy csinálja a gyermek, ezt meg eddig nem csináltam, most megcsinálja, vagy csinált olyat, amit nem szerettünk volna, és azt abba hagyta, tehát hogy mindenféle tapasztalatot kapunk. Ez milyen területen jelentkezik inkább, mert hogy ugye ezeknél a gyerekeknél, ugye ahogy mondtad, hogy ugye a finom mozgások, nagy mozgásokat ugye helyre kell tenni, akkor gondolom itt, hogyha mondjuk a motorika helyre áll, akkor az íráskészség, rajzolás, a többi, akkor lehet, hogy utána számolás és a többi. De hogy esetleg még ezen kívül még a viselkedésben is, mert nagyon sok gyerek viselkedészavaros is. Igen, és én bevallom, hogy a viselkedés javítása területén szerintem én ahhoz jobban értek, mint az általad felsorolt finom motorika fejlesztéséhez. Viszont a viselkedés fejlődése felerősíti ugye a másik terület fejlődését, mert a gyerek picit többet van csendbe, egy picit jobban megnyugszik, egy picit elhagy olyan viselkedésformákat, ami őt is akadályozta, meg a környezetét is. Tehát igazán mondhatnánk azt is, hogy ez a judóból ered, ez a fegyelem. És sokan az elején kritizáltak engem, mert én szigorú vagyok a gyerekekkel. És én meg azt gondolom, hogy akkor is lehet szeretni a gyerekeket, hogyha szigorúak vagyunk. És ha azért jöttünk össze hatan, hogy feladatokat hajtsunk végre, és én azt szeretném, hogy csöndbe legyünk, akkor csöndbe leszünk. Még egy nagyon fontos dolgot beszéljünk meg, hogy hol és hogyan érhető el ez a foglalkozás típus itt a városban. Igen, a Deák Ferenc utcában van egy hölgyeknek nyitott női edzőterem, a Tornárium, ott kaptunk helyet és nagyon jól érezzük magunkat, és tulajdonképpen a kék közösségi médiában nap mint nap megtalálható vagyok én is, meg maga a program is, és most már elég sok fehérvári Facebook csoportban kint van a plakátunk, úgyhogy ott telefonszám is van, e-mail cím is van, tehát tulajdonképpen minden csatornán megtalálhatóak vagyunk. A foglalkozások mikor vannak?
pénteken délután, és hát a népszerűség azt eredményező, hogy már most a többedik csoportot kell majd indítanunk, ugye, mert 6-7 gyerekkel szoktunk egy csoportban dolgozni, és ha többen vagyunk, akkor másik csoportot indítunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél erről a programról. Remélem, hogy máskor is jössz majd hozzánk, és egy hasonló tapasztalatokról, vagy még jobbakról tudunk majd beszámolni. Én is köszönöm. Kézzel készített szeretetet kaphattak a rászoruló családok dinnyésen. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete az elmúlt években közel 200 befőző automatával gazdagodott. Az eszközök segítségével savanyúságok, lekvárok készültek azzal a céllal, hogy a magyar zöldségek és gyümölcsök a nehéz helyzetben élőkhöz is eljussanak. Közel 3000 darab, mintegy 3 tonna üvegbe zárt szeretet indult útjára a dinnyési templomkert hagyományőrző központból. Csalamádé, lecsó, paradicsomlé, szilvalekvár és még számos finomság várt új gazdájára. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete immár 3. alkalommal ajándékozott meg más, nehéz sorsokat támogató szervezeteket. Adományként beérkezett befőző automatákkal saját kezűleg készítették el a finomságokat a családok, melyekből most első alkalommal jutott nevelőszülőknél élőkhöz is. Ebben a nehéz helyzetben, ami most ebben a válságos helyzet is fennáll, minden egyes lehetőség jól jön, hiszen ha én oda tudunk biztosítani számukra 10 befőtöt, akkor könnyebben tudják akár a rezsi költséget is megfizetni. A kedvezményezettek között a háborús övezetekben élőkre is gondoltak a Nagycsaládosok. A befőttek lekvárok egy kárpátaljai nyugdíjas otthon és egy gyermek otthon lakóinak ízesíthetik meg a nehézségekkel sújtott hétköznapokat. Nagyon nagy a bizonytalanság az ott élő családokban, az ott élő közösségekben, és nagyon szépen köszönjük azt az anyaországnak, ezeknek a családoknak, ezeknek a tagszervezeteknek, magának a Noénak, hogy gondolt Kárpátaljára, hiszen ezek az üzenetek nagyon fontosak mindenkinek, akik ott élnek. Az ünnepélyes átadáson a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke hangsúlyozta, a nemes cél érdekében idén 93 szervezet családjai mozdultak meg az ország minden tájáról önzetlenül, időt nem kímélve, azért, hogy másokon segítsenek. Ezért hívtuk most ide a kárpátaljai barátainkat is, hogy megtapasztalhassák, hallunk benneteket, figyelünk rátok, és ahol csak tudunk, segítünk, mert egybeforrunk a szeretetben, és abban a nagyon nagy családban, amelynek a neve magyarság. A haza ettől haza, a nemzet ettől nemzet, a megízlelt szeretet pedig reméljük, hogy erőt és bátorítást ad. A család a nemzet alapja, ezt már Hornung Ágnes államtitkár mondta, aki emlékeztetett, a kormány azon dolgozik, hogy Magyarországon minden vágyott gyermek megszülethessen, a 4 vagy több gyermekes anyák élethosszig tartó SZJA mentességet élveznek, és a rezsitámogatáshoz is nagyobb kedvezmény illeti meg őket. A gyermekvállalási kedv az elmúlt 10 évben közel 30%-kal nőtt, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a szülőképes korú nők száma pedig több mint 20%-kal csökkent, akkor ez a 30% ez még nagyobb eredmény, ezzel élen járunk az Európai Unióban. És van egy másik is, amiben az első között vagyunk, az pedig a házasságkötések száma. A támogatott szervezetek nem csak az ízes adományban részesültek, 70 darab asszalógépet is kaptak ajándékba. Azért, hogy a szeretet ízeiből más rászorulóknak is jusson, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a jövőben is folytatja a népszerű programot. Én megmondom őszintén, a helyedben, napi szinten én biztos, hogy nem vinnék energiaital, de megkérdezem a kardiológus, felhívom telefonon, most megígérem. A fiatalok pedig azért használnak energiaitalokat, hogy nagyobb legyen a teljesítményük, tehát ha fáradtak, akkor többet bírjanak, ha tanulnak, akkor jobban be tudják fogadni. Amfetamin helyett kezdték el az energiaitalokat kitalálni és alkalmazni. Nem maga a készítményben található anyagok a veszélyesek, hanem az, hogy ki mennyit használ ezek közül, és ki az, aki érzékeny ezekre a koffein
készítményekre. Még egy edzett embernél is előfordulhat, hogy túlpörgeti. Annak a lehetősége, hogy valakinek van egy rejtett szívbetegsége, és az arra ezt az 1-2-3 koffeint rátöltjük, az persze, ha talán halálhoz nem is vezethet, de rosszul léthez vezethet. Mint egy gyógyszert, vagy mint egy szert ajánlanám, hogy alkalmanként. Tehát, hogy el kell menjek vizsgázni, de nem úgy, hogy folyamatosan, hogy egyik nap, másik nap, hogy víz helyett iszom. Oké, doktor úr, köszönöm szépen, akkor módjával, de azért mehet. Minden jót, köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.